Járdák is utak újulnak meg, aszfaltoznak Orosházán. Egy kis teherautónyi adomány segítség a nagycsaládosoknak. 400-an versenyeztek Pintér Attila asztali tenisz emlékverseny. Jó estét kívánok! Önök az Orosházi Városi Televízió híradóját látják. Köszöntöm a kedves nézőket! Ma október 19-e, kedd van. Jöjjenek a legfontosabb hírek! Hétfőn elindult Orosháza belvárosának parkosítással egybekötött zöldítése. Európai Uniós támogatásból kerül sor parkosításra, zöld felületrendezésre és közösségi terek kialakítására. Megkezdődött a Széchenyi tér részleges lezárása mobilkerítésekkel, hamarosan érkeznek a munkagépek, mobil WC-k, irodakonténerek, tárolóhelyek és elsősegélynyújtó helyiségek is. Ezeknek az organizációs feladatoknak kell először teljesülniük, utána következhet a tényleges munka. A Zöld Város projekt 6 hónapig zajlik majd, a beruházás 300 millió forint vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A szakemberek jól haladnak, a tervezett 2 hét helyett akár 1 hét is elég lehet a terep előkészítéséhez. A héten még különösebb fennakadásra nem kell számítania a belvárosban közlekedőknek. Lerekesztjük azokat a területeket, ugye részlegesen a Széchenyi téren is már, ugye aki arra jár, az látja, hogy nem a teljes Széchenyi teret zártuk le, pont amiatt, hogy a templomba is ugye be tudjanak jutni, vagy esetleg a Rákóczi utcán keresztbe is tudjanak közlekedni. Ennyi fennakadás van, hogy a már lezárt területeket ugye lerekesztettük, ott fog kezdődni a munka. Az evangélikus templom körül még nem zártuk le, pont amiatt, hogy zavartalanul tudjanak közlekedni az arra járók. A lezárásra csak akkor kerül majd sor, ha az összes gép és felszerelés megérkezett. A Táncsics Mihály gimnáziumnál található térkősétányt részlegesen haladva javítják majd ki, épp azért, hogy itt se okozzanak nagy fennakadást. A kivitelező cég mindent elkövet annak érdekében, hogy ne zavarja a lakosság hétköznapjait. Járdák és utak újulnak meg Orosházán, a Téglagyári úton és a Bátori utcában is betonoztak a múlt héten, míg a Bajnok utcán aszfaltoztak az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRT munkatársai. Önökért dolgozunk. Olvasható azon a táblán, amelyet az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRT helyez ki, ahol járdát vagy utat javítanak. Múlt héten többek között a Téglagyári úton dolgoztak, illetve a Bátori utca járda egy szakasza újult meg. Igazodva a meglévő járdához 80 cm szélességben, illetve 10 cm vastag betonréteg felhasználásával, zsaluzásos technikával, hagyományos zsaluzásos technikával dolgozzuk be a betont, és a város területén nem csak itt. Megtudtuk, hogy az elkövetkezendő időszakban a Bajnok, a Bocskai, a Hajnal, a Napsugár, a Posta, a Móricz Zsigmond, a Bajcsi-Zsilinszky utcákon is megújulnak járdaszakaszok. A felújításokkal kapcsolatban így fogalmazott Dávid Zoltán polgármester Facebook oldalán, idézzük. A járdaépítés, illetve a rosszabb állapotú járdák javítása folyamatos feladatunk, melyet a lakossági igényeket figyelembe véve végzünk a források tükrében. Az önkormányzati közutak kátyúmentesítésének második üteme is megkezdődött. Az önkormányzat összesen 172 tonna aszfaltot biztosít a munkálatokra. A Dénes Tanító utca már kész, a Szőlőkörút mellett itt a Bajnok utcán is dolgoztak a városüzemeltetés kollégái, ahol összesen 25 tonna aszfaltot használtak fel. Szegedről érkezett egy kis teherautónyi adomány csütörtök délután a Nagycsaládosok Orosházi Egyesületéhez. A közvetítő az Orosházi Polgárőr Egyesület volt. Kinyó Pál koordinátor Szegeden él. Egykori orosházi honfitársunk több alapítvánnyal és testülettel áll kapcsolatban, amelyek rendszeresen gyűjtenek és juttatnak adományokat a rászorulókat gyámolító szervezetek részére. Ez alkalommal az orosházi polgárőröket hívta fel, volna-e szüksége valamelyik itteni szervezetnek segítségre. Jedlinszky Béla, a polgárőrség helyi vezetője örömmel vállalta, hogy segítenek a közvetítésben. Hoztunk gyermekjátékokat, hoztunk gyerek mesekönyveket, gyermekeknek ruházati cikket, felnőtteknek téli kabátokat, és hát most elsősorban, ami a télbe állt előtti időszakban szükségessé válik az arra rászorulóknak. Benedek Szilvia, a Nagycsaládos Egyesület vezetője örömmel szemlélte a kirakodást. Mint elmondta, meglepte a megkeresés. Meglepődtem ezen az adományon, mert a titkárunkat keresték föl a polgárőrök, avval, hogy egy nagyobb mennyiségű adományt szeretnének részünkre felajánlani. Én nagyon örülök és nagyon hálás vagyok, hogy ránk gondoltak mind a polgárőrség, és nagyon szépen köszönöm Kinyó Pál úrnak a kezdeményezést és a szervezést is, hogy elhozták ide részünkre az Egyesületi Házba.
A polgárőrök elmondták, hogy reményeik szerint nem ez az utolsó adománycsomag, amelyet a Nagycsaládos Egyesületnek hoztak. Egy újabb arckép és névtábla díszíti október 11-től a Táncsics Mihály gimnázium aulájának falát. Az iskola öreg diák baráti körének legújabb Primus Inter Pares elismerését Laskovics Julianna kapta meg. A Táncsics Mihály gimnázium öreg diák baráti köre még 2005-ben hozta létre Primus Inter Pares díját, amivel egy örökös iskolatagságot nyújt az elismerteknek, akik az érettségi vizsgájukat követően egy sikeres, példaértékű életpályát futottak be. Október 11-én az iskola 1970-ben érettségizett diákjának, az 1975-ben már pedagógusként visszatérő Laskovics Juliannának a portréja és névtáblája is felkerült az aulában található dicsőségfalra. Az ünnepi rendezvényt az iskola jelenlegi tehetséges diákjai foglalták keretbe, Dobrai Ádám és Molnár Marcell zenés produkcióval, míg Hevesi Brigitta versmondással örvendeztette meg a közönséget. Dr. Blahó János, a gimnázium igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket, örömét fejezve ki, hogy ilyen szép számmal elfogadták a meghívást. Én azt gondolom, hogy ez egy folyamatos történet lesz, és kicsi lesz a zsibongó, mint hogy az OK-tő eredményeknek is, és nagyon bízom benne, hogy ez sok 10-100 év múlva is még az iskolában egy olyan ünnepség lesz, hogy a tudáshordozókat, sikeres életutakat ilyen formában az iskola mindig el fogja ismerni. A hagyományoknak megfelelően ezúttal is laudációk következtek. Elsőként dr. Csiki Csaba mesélte el saját maga és egykori osztálytársai nevében a gimnáziumban töltött időszakukat, és azt, hogy ők milyen pedagógusnak látták Laskovics Juliannát. Kis történeteket osztott meg például arról, hogy amikor a tanárnő munkát vállalt az intézményben, ők még eltévedt felsőbb évesnek hitték. Ezt követően Gabnai Edit, az iskola biológia munkaközösségének vezetője mutatta be a jelenlévőknek a példaértékű életpályát a kezdetektől egészen napjainkig. Számos elismeréssel tüntették ki, például 1988-ban miniszteri dicséretet kapott, egy évvel később az iskola nevelőtestülete pedig Táncsics díjjal ismerte el munkásságát. 2001-ben tanácsosi címmel bővültek a díjak a biológia és kémia terén végzett kiemelkedő szakmai teljesítményeért, 2009-ben pedig a Kálinagy Géza biológiai tanulmányi alapítvány tanári életműdíjjal jutalmazta. Nyugdíjba vonulásának évében, azaz 2010-ben pedagógus szolgálati emlékérmet kapott. Nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem, és amikor először láttam, nem hittem el. Tehát én elolvastam kétszer is, hogy tényleg én vagyok ott. Hát olyan nagy emberek vannak ott fönt a falon, akik országos, nemzetközi elismertségűek is. Ezek mellé kerültem én föl, a vidéki középiskolai tanár. Ugye ez nekem egy nagyon-nagyon nagy meglepetés volt, és nagyon nagy megtiszteltetés. Egykori tanítványai közül az Egyesült Államokban élő dr. Dobi Albert professzor is köszöntötte őt, aki videóüzenetben szólt az ünnepségen jelenlévőkhöz. A rendezvény vége felé közeledve már tényleg nem maradt más hátra, mint a nagy pillanat, amikor Laskovics Julianna portréja is felkerült a gimnázium dicsőség falára, a szintén Primus Inter Pares díjjal kitüntetett dr. Körmendi János segítségével. Végül maga az ünnepelt mesélt a közönségnek életéről és annak legmeghatározóbb pillanatairól. Újabb kiállítás megnyitójának helyszíne volt október 15-én a Városi Képtár. A Magyar Festészet napjához közeledve ezúttal Kohuth Béla várta nem kevesebb, mint 28 alkotással a művészet kedvelő érdeklődőket. 1985 volt az év, amikor Kohuth Béla először ecsetet ragadott a kezébe. Ekkor történt az, hogy elment egy kiállításra, és feltette magának a kérdést, az ott látottakat miért ne tudna elkészíteni ő maga is. Azóta rengeteg önálló kiállítása nyílt már, de csoportos tárlatoknak is tevékeny részese volt az évek során. A festmények mellett grafikákat is szívesen készít. Ezúttal a színek és szavak nevet adta kiállított alkotásainak. Azért fontosak, mert én nem csak a látványra koncentráltam ebben az évben, hanem a színeket és a alatta lévő képek, vagy alatt lévő szavakat, idézeteket, ezeket úgy gondoltam, hogy kapaszkodó is a néző számára. Másrészt pedig fontosnak tartom, hogy gondolkodjunk és ne csak nézzünk valamit, lássunk is. A megnyitót Kohuth Béla lánya, Kohuth Petra gitárművész foglalta keretbe játékával. Kezdésként maga Kohuth Béla szólt néhány szót a szép számú közönséghez, elmesélve, hogy a megnyitó egy különleges dátumhoz, az október 18-ai Magyar Festészet napjához is kapcsolódik, így a múlt hőseinek és a jelen alkotóinak is kifejezte tiszteletét mostani alkotásaival. Megemlékezett egykori alkotótársairól, Szilágyi Cecíliáról és Gyúró Istvánról. A tárlatot Mezei Fehér Judit, a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola igazgató helyettese nyitotta meg, aki azonban az ilyenkor szokásos életrajzi ismertetők helyett egy kedves történetet osztott meg kettőjük kapcsolatáról.
Ezt követően végül mindenki szemügyre vehette a kiállított alkotásokat, melyeket január 7-ig lehet még megtekinteni a művészetet kedvelő érdeklődőknek a Városi Képtárban. Ingyenes koncertnek lehettünk szem és fültanúi október 15-én a Petőfi Művelődési Központban a Szaniszló Rihár Trió, a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola és a PMK közös szervezésében érkezett városunkba a Közösségi Hangjegyek Térzene Orosházán programsorozat keretében. A jazz aranyhangjai, ezt a címet viselte a Szaniszló Rihár Trió fantasztikus koncertje. A Művelődési Ház színház termében október 15-én a műfaj szerelmesei foglaltak helyet. Szaniszló Rihár vibrafonon játszott, Olá Péter a bőgő húrjait pengette, Hidász Tamás pedig a dobokat ütötte. Már a koncertre csalogató felhívás is nagyon figyelemfelkeltő volt. A trió játéka a jazz egy olyan árnyalatát képviseli, ami itthon még kevésbé ismert, pedig határainkon túl ez a fajta szépség már évtizedek óta léleküdítőként szolgál. Így a hagyományos hangzás keresése helyett a hallgató behunyt szemmel kezdje el az utazást a zenészekkel, szólt a felhívás. Szaniszló Rihárdot jól ismerhetik az orosháziak, hisz a neves zenész egy időben a helyi művészeti iskolában is tanított ütőhangszertanárként. Aztán az élet másfelé sodorta, de a helyszín valójában nem is számít, a lényeg a hangszeren van. Szaniszló Rihárd a hazai jazz élet meghatározó szereplője lett, a vibrafon mestereként tartják őt számon. Mindegy, milyen formációban lép színpadra, személyisége garantálja a sikert. Így volt ez október 15-én is a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola és a Petőfi Művelődési Központ által közösen szervezett koncerten, mely a Közösségi Hangjegyek Térzene Orosházán programsorozat keretében valósult meg. A Meseautó című előadás érkezett városunkba az Orosházi Színházi Esték 2021 keretében. A körúti színház színművészei között az orosházi Lipták Péteri színpadra állt. Folyt a könny a nevetéstől és a meghatódottságtól egyaránt a tegnap esti Meseautó című előadáson. A körúti színház kitett magáért, a közönség vastapsa hálálta meg az élményt és azt, hogy végre kikapcsolódhatott. 2020 májusában volt az első alkalom, amikor terveztük, hogy bemutatja a körúti színház a Meseautót. Most jutottunk oda, hogy ez meg is valósult. Nyilván mindenki tudja, hogy a vírushelyzet miatt megakadályozták a külső körülmények, hogy meg tudjuk valósítani. Nagy örömünkre ma végre sikerül, mindenki nagy izgalommal, és tényleg nagy izgalommal jön, mert hogy nagyon régen tudott színházba menni. Kicsit mi is elszoktunk attól, hogy mit is jelent ez, örömöt, feladatot, de ennek örülünk. Néhány órára minden búját, baját elfelejthette az, aki október 18-án este beült a Petőfi Művelődési Központ színház termébe. A Budapesti Körúti Színház élükön az orosházi származású Lipták Péterrel egy nagyszerű darabot vitt színpadra, legalább annyira nagyszerű kivitelezésben. A jól ismert 1934-ben készült Meseautó című romantikus filmbe új karakterek plusz jelenetek kerültek, és egyáltalán nem sajnálták ki belőle a humort sem. A közönség kedvence a tapsok és a fügycók alapján Halmos Aladár irattár vezető figurája volt, akit Beleznai Endre elevenített meg óriási sikerrel. A két főszereplő színpadi ereje is lenyűgözte a nézőket. Lipták Péter orosházi származású színész játszotta a főszerepet, mint kiderült akkor utoljára. Nekem először a függöny 14 évesen itt ment szét, és ha nagyon drámai akarok lenni, akkor ma itt utoljára fog nekem szétmenni a függöny, legalábbis ebben az alakulatban biztosan. Tehát, hogy a mai Meseautó előadást gyakorlatilag egy olyan alakulatban játszom most, amiben már nem vagyok tagja. Tehát ugye én lassan másfél éve nem dolgozom a Kerülti Színházban, de úgy beszéltük meg, és az igazgató Galambos Zoltán úgy gondolt, hogy Orosházán viszont nekem van itt a helyem. Másnap már valaki más játssza Szűcs János szerepét, a Meseautó ugyanis robog tovább az országban. Az Orosházi Színházi Esték következő előadása november 2-án lesz, akkor a Veresegy Színház hozza el a Sörgyári Kapricsó című darabot Orosházára. Magabiztos sikert aratott a másodosztályú női kézilabda bajnokságban az ONKC. Az orosháziak a Szegedet fogadták múlt szombaton. 5 forduló után 6 ponttal a 3. helyen áll a tabellán az Orosháza.
A kötelező győzelem tudatában lépett pályára a múlt hétvégén az Oxo Energy Orosházi NKC a PC Trade Szegedi NKE ellen. Ennek megfelelően már az első perctől kezdve esélyesként kézilabdázott a kékmezes hazai gárda. A 13. percben már 9-2-re, majd a szünetben már 20-9-re vezettek Vörös Bettináék. A második félidőben már többet hibáztak az orosháziak, de ez is belefért. A tiszapartiak csak minimálisan tudták csökkenteni hátrányukat. 9 gólnál közelebb nem is kerültek a vendégek. Egy utolsó hajrával a félidőben kialakított előnyt tovább növelték az orosháziak. A 36-23-as végeredményt Erjecki Antal Jennifer állította be büntetőből. Az elején nagyon jó sikerült, koncentrált volt, és ott olyan különbséget tudtunk közé tenni, ami engedélyezte azt, hogy a másik félidőben már több hiba volt, de hát most 10 gólos győzelemnél most nem szabad elégedetnek lennem. A jó játékot tartogattuk a jövő hétvégére, azt azért mondhatom a másik félidőben. Az orosházi csapat az NB1B keleti csoportjában jelenleg a harmadik helyen áll 6 ponttal. Október 24-én 18 órakor ismét hazai pályán lép pályára az ONKC, ahol a Tempó KS együttesét fogadja. Még az országos bajnokságra sem neveztek annyia, mint a múlt hétvégén megrendezett Pintér Attila emlékversenyre. Közel 400 fiatal asztali teniszező érkezett Orosházára. Egy év kihagyás után ismét fiatal pingpongozók töltötték meg az ötvös csarnokot. Idén 13. alkalommal rendezték meg az egykori versenyző, majd sportvezető tiszteletére a Pintér Attila emlékversenyt október 16-án és 17-én. Nagyon büszke vagyok az Orosházi Egyesületünkre. Külön köszönet Bogdán Picsabának, az edzőknek és a játékosainknak azt, hogy most idén 13. alkalommal rendezik meg a Pintér Attila emlékversenyt. Közel 400 fiatal vett részt a versenyen, amelyen 4 korcsoportban U11, U13, serdülőegyéni, illetve páros számokra nevezhettek. Külön a fiúk és külön a lányok. Ennek is köszönhető többek között, hogy jóval népesebb mezőn gyűlt össze Orosházán, mint az országos bajnokságon. 4 versenyszám, ez duplázva van, mert fiúknak, lányoknak rendezzük. Ez is egyedülálló, mert ilyen versenyeket nem szoktak mind a két nemnek rendezni, hiszen ezért van, hogy 350-380 gyerek indul a két nap alatt a verseny a különböző versenyszámokban. Egy pályázatnak köszönhetően a Városi Civil Alapból közel 4 millió forintot nyert az Egyesület, amiből új sporteszközöket vásároltak. Bogdán Ficsaba szerint a 8 új asztal és az eszközök tovább növelték a verseny színvonalát. A megmérettetésen a résztvevők között 5 sportolóját nevezte az ASE Orosháza. Van olyan, akinek nem kell selejtező táblát játszani, hanem rögtön főtábláról tud indulni az eredményei alapján, hiszen például a Bényei Nelli az U11-es korcsoportban az országos 5. a ranglistán. A fiataloknak célul a minél jobb szereplést tűzték ki. Bényei Nellit várták a dobogóra az U11-es korcsoportban, ám ő végül az 5. helyen zárt, míg U13-ban és serdülő egyéniben a főtáblán végzett. Vadász Réka az U13-ban szintén a főtábláig jutott, ahogy serdülő egyéniben Molnár Ramóna is. Bogdán Ficsaba szerint jól sikerült a rendezvény, a szövetség képviselői és a csapatok is elégedetten távoztak az ötvös csarnokból. A rendszeres mozgás fontosságára hívja fel a figyelmet az egészségfejlesztési iroda. Városi gyaloglóklubot indítottak, amit minden héten egy alkalommal tartanak meg. A főtéren gyülekeztek az emberek október 15-én. Innen indult a Városi Gyaloglóklub első foglalkozása, amit a Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet egészségfejlesztési irodája szervezett. Az egészség megőrzéséért rendszeres gyaloglásra hívtak minden orosházit. Bárki jöhet, nem csak idősekre. Koncentráltunk, hogy itt az őszi hónapokban is tudjanak mozogni, és közösségben tartása a célunk tulajdonképpen. Péntekenként 10 órától heti rendszerességgel az időjárás függvényében. Az első alkalomra heten jelentkeztek. Volt köztük olyan, aki több, az EFI által szervezett programon vett már részt, ezért úgy gondolta, kipróbálja a könnyed 3-5 kilométer hosszú sétát is. Járok a gerinctornájukra, ezt is megpróbálom. Egyébként nagyon sokat sétálunk, nagyon sokat gyalogolunk. Nekem fontos az egészségem meg a családomé. A Városi Gyaloglóklub minden pénteken 10 órakor tartja foglalkozásait. A részvétel ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött, amit megtehetnek az EFI Facebook oldalán vagy telefonon hétköznap 8 és 15 óra között a 68 411 166-os számon a 241-es melléken. Most lássuk a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Járdák és utak újulnak meg, aszfaltoznak Orosházán. Egy kis teherautónyi adomány segítség a nagycsaládosoknak.
400-an versenyeztek, Pintér Attila asztali tenisz emlékverseny. Ez volt az Orosházi Városi Televízió híradója október 19-én kedden. Pénteken ismét jelentkezünk, akkor is a legfrissebb híreket hozzuk el önöknek. Addig is olvassák az Orosz Káfét és kövessenek minket a Facebookon. Híradónkat bármikor visszanézhetik az Orosz Káfé YouTube csatornáján. Munkatársaim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, kellemes estét kívánok, a viszontlátásra!